Ezt a szavaztuk gyerek külve csatornán. Folytatódik a Division V játszás Keeperrel, és már veretjük is, mint az őrült, valahol ide kellene jönni, és ki kell nyitni az ajtót. Elvileg a sztori folytatódik, végre kimegyünk Brooklynból, és bemegyünk Manhattanre, és igazából Manhattan szigeten játszódik az egész történet. Szóval el tudunk menni a Times Square-re, meg mindenféle érdekes helyre, ami ugye létezik New Yorkba. Hát kifogtunk egy ilyen esti időjárást egyébként. Cutscreeneket is érdemes megnézni, mert tök jól meg vannak csinálva, mert ugyanazok, vagy mármint a saját játékos modellünk van bele építve, mivel ugye a játék engine-nel van elkészítve a különböző cutscreenek. Na, igen, át kellene jutnunk nekünk Manhattanbe, ugye Brooklynból. Brooklyn az egy külső övezet. Igen, most oda kell átmennünk. És rendet kell tennünk, gyerek, ugye igazából ez az egész csak egy ilyen tutoriál jellegű mission volt, amit eddig csináltunk. Úristen, de nagyon hangos az a helikopter, nem tudom mennyire hangos a játék maga. Lehet egy picit lejjebb fogom halkítani. Hoppá! Gyerekek. Egy kicsit, ami... Kicsit rosszul vagyunk, úgy érzem. Jaj, romokban New York, gyerekek! És megérkezünk! Az első hullám ügynök úgy látszik, hogy mind eltűnt vagy halott. Mi vagyunk a felmentő sereg. A gyerekek, megmondom őszintén, hogy engem annyira feltüzelnek az ilyen jelenetek. Nagyon vevő vagyok az ilyen teatrális, színpadias dologra. Captain Benitez was in charge. He was leading out to the post office, but we lost contact when he left base this morning. V still radios on the
És ugye innen átvesszük az irányítást. És a miénk, a város, csinálhatjuk a küldetéseket, vagy amit éppen akarunk. Von főküldetés, ugye? Lehet, hogy egy kicsit visszaveszek a... Ne haragudjatok a hangom, mert lehet, hogy ezek az effekt hangerők, ezek elég brutálisak, úgyhogy egy 30-ra visszaveszem, jó? Nem tudom, hogy más csoporthang, közeli hangerő, ez nem tudom micsoda. Ja, igen, igen. Ugye voice chat is van. Jó, oké. Jó, gyerekek, csapjuk neki. Kellene körülnézni. Apa, igen, igen, szarul van a csaj. Nem baj, mi menjünk. Egyébként van ugye főküldetés, nézzük meg a mapot, hogy mi a szituáció, hogy hol kell menni. Aha. Ugye itt a főküldetés, és itt vannak a safe pointok, itt van egész Manhattan, amelyre éppen lehet járni. A fekete zóna az olyan, hogy ilyen PvP terület, oda, hogyha bemész, akkor azért van baj. Szóval ilyen, ilyen gyerekek. Most mi jelenleg, hol is tartózkodunk? Itt tartózkodunk, ugye. És igazából ide kell jönni a csomóponthoz, aztán majd elintézik, hogy mi a szitu. Ugye itt már valószínűleg fogunk találkozni más ügynökökkel, más játékosokkal, de ugye kint a területen, New Yorkban nem találkozol velük, tehát nem zavarnak be, ezt mindig így kihangsúlyozom, nem tudnak bezavarni a játékmenetbe, vagy csak nem meghívsz valakiket. Jó, fel kell fedeznünk már a GTF tisztet, aki eligazít minket. Itt megy a víruskutatás, ugye. Egyébként rettenetesen durva dolgok vannak a városban. Na, hol, mi vannak itt? Körül kéne néznünk, gyerekek. Itt vannak árusok, felszerelés volt. Ugye mi is el tudjuk adni a cuccainkat, meg vannak nála nagyon jó eszközök. G-vel össze tudjuk hasonlítani, miénkkel, látjátok, hogy nekünk ilyen. Ja, nekünk ilyen maszkunk van, ez meg ilyen. Hát figyeljetek, ilyenre egyedül nem akarok költeni, hanem én el akarnék adni. Nem tudom, az hol vannak az én cuccaim. És be vagyok keveredve, maszkok. Eladás, ja, itt van, eladás. És ami nem kell, azt adjuk el, ezt a sörétest eladom. Ezt is eladom, figyeljetek, eladjuk, jó? Ezt is eladom. Ami nem kell, azt eladjuk. Szerintem, ami rajtunk van, azt ugye nem tudjuk, vagy nehogy eladjuk véletlenül. Rendőrségi M4-es. Ó, kaptunk egy rendőrségi M4-est, azt nem is figyeltem. Na, mindjárt azt megnézzük. Igen, ami rajtunk van, az nincs, nem lesz eladva, úgyhogy ne aggódjunk. Nézzük ezt a rendőrségi M4-est, amit kaptunk. Itt van. Aha, és pontosabb. Jobb, mint a miénk, viszont erről le kellene szerelni. Egy lecsupaszítás nyomunk rajta, leszereljük a dolgokat, és akkor erre felrakjuk akkor a nagyobb tárat. Ezt azt mondják, hogy a rendőrségi M4, ez talán jobb. Jó, én elhiszek nekik, gyerekek. Most a festést nem rakunk rá, valószínűleg elég hamar fogjuk cserélni. Jó, azért érdemes egyébként eladni az utcaidat, mert megvan, hogy hány tárgyat tudsz cipelni, látod, hogy 31-et és egy van nálunk ilyen hátizsákba. Tehát ilyen végtelen mennyiségűt nem tudsz, de egyébként eléggé sok az. Na, itt mi van? Fegyverbolt. Ügynökök keresése, ugye, hogyha akarsz másokkal menni. Új gyerekek, itt vannak jó cuccok-e? És fegyvermódosítás. Nagyobb tár, nagy hangtompító. Van. Csökkent, igen. Itt van, hogy miket ad. Kritikus sebzést is ad. De jó, gyerekek, ezt fel tudnák rakni. Egy nagy hangtompítót lehet, hogy veszünk, itt van. Van döntött markolat, rá tudjuk. Itt írja egyébként, hogy mikre jó, úgyhogy tök frankó. Visszarúgás csökkent, van irányzékunk. Optikai távot növel, és a nagyobb tár az meg van nekünk, de egyébként nem ilyen jó. Ez 15%-os, ugye nekünk csak 11%-osunk van. Jó, figyeljetek, veszünk izejét. Hoppa, van izé, jönnek itt Tron puska. Mester lövész puskát még nem látok, viszont veszek egy hangtompítót. Oké, meg vegyünk egy... Tükrös irányzék, az nem tudom, szerintem az nem zoomol. Úgyhogy azt lehet, hogy nem veszem meg. De viszont a hangtompító az jó lesz nekünk, gyerekek. Elvileg föl tudom rakni. Nagyon jó. Oké.
Fölcsaptuk rá a hangtompítót, ami tök jó, de viszont várjál, még nincsen használatba véve ez. Okay. Akkor már vigyük magunk ezt. Jó, akkor az M4-es és hangtompítóval meg nagyobb tárral fel van szerelve. Mi van még itt esetleg, ami nekünk jó lehet? Már itt újra tudunk tölteni. Oké, okay, Rapace Granat, tök jó. És itt a GTF-tiszt. Hogyha ezzel beszélsz ugye, akkor egy csomó küldetés megnyílik a mapon. Mindig az aktuális GTF tiszttel beszélsz, akkor itt van az új küldetések, ugye jelzi is, hogy egy csomó ezen a szektorban, ahol vagy, ott megnyílik, úgyhogy ez tök jó. Na, de menjünk tovább. Meg még egy hely van, ahol küldetéseket tudsz felvenni. Az nem más, mint az ilyen hirdetőtábla. Ugye meg is nézzük. Ez mi? Lerakat. Ja, meg raktárba tudod tárolni a cuccaigat, ha akarod. Ezt elolvastam, és akkor pluszba jöttek be. Ugye meglátjátok. Ilyen zöld, meg kék. Ilyen háromszögek. Amik ilyen találkozási pontok, amik nem konkrétan küldetések, hanem hogyha odámész, ott történik valami. És abban bele tudsz szólni. Mit tudom én. Meg kell védeni valakit, meg ilyen, nem olyan küldetés, hogy így bemész és csinálod, de küldetésnek nevezhető, a találkozási pontnak van egyébként. Egyébként itt van egy srác valahol, itt van, Csingrál nevezetű. Tabban játékos infót tudsz nézni, hányan szintű, a közeli ügynököket így meg tudom nézni, hogy milyen. Jó van gyerekek, menjünk, csináljuk. Egyébként ahhoz képest, hogy nem mai gyerek a játék, meg elég régóta megy, meg ugye ennek köszönhetően nagyobb szintű játékosok van, sok kezdőhelyen is még elég sok játékos van. Jó, menjünk gyerekek, elképzelhető, hogy a... Nem tudom, hogy mit csináljuk, a főküldetést csináljuk-e meg. Ugye ez a főküldetés, vagy pedig ezeket a mellékküldetéseket, lehet, hogy sorba meg kéne csinálni, mint például itt van egy találkozási pont. Menjünk oda. Menjünk a legközelebbihez, azt csinálgassuk őket, srácok. Ugye mondta, hogy kiléptünk a biztonságos helyről, areából, és akkor itt már ugye lehet bonyodalmak, úgyhogy itt óvatosnak kell lenni. Ugye mi hármas szintűek vagyunk, tehát ilyen nálunk sokkal erősebb ellenfelekkel nem érdemes felvenni a harcot. Fényefektek extrém durván néznek ki szerintem még mindig, ezt nem győzöm hangsúlyozni. E-betűt néha érdemes nyomni, hát hogyha ellenfél botlunk. De úgy látom, nincs veszély. Minimapot érdemes nézni, mert találhatsz dolgokat. Jó, megnézzük ezt az egy... Kiosztások aktiválódtak, kiosztás fülön. Képességek, nem? Itt van? Lett nekem új? Nem lett szerintem új. Adottságok, jártasságok. Szerintem nincs semmi újunk. Ugye? Nem tudom, mi volt az a kiosztás fül. Ja, tudom! Igen, jó. Aha. Civil szkenelése. Ez mit akar? Segítségre szoruló civil, látod? És akkor tudsz neki adni kaját. És kaptunk érte egy Sail Jacket. Ó. És fel is vettük. És az i-gombban, a kinézeteknél tudjuk ezt megnézni. Csak arra kell figyelni, hogy ugye soha nem áll meg az idő, tehát ilyenkor megtámadhatnak minket kinézetek. És itt van egy csomó kinézet, és csináljuk már meg a karakterünket akkor, gyerekek. Ugye ezt kaptuk. Itt írja, hogy Sail Jacket, most kaptunk. És ugye ennyi már nekem így be van gyűjtögetve. Úristen, de jól néznek. Jaj, és nagyon jól néznek ki, nagyon jó cuccok vannak. Csak érdemesebb lett volna valami fényre állni, mert ugye itt áll meg az játék. És itt pont nincs fény, várjál. Mondjuk ide állok aztán itt talán akkor. Itt jobban látszik, látjátok? Na, nézzük milyen jackik vannak. Ja, imádom őket, imádom őket. Bőrkabát, olyan szinten be tudod így... A karakteredet. Ennyi a jacki. Amit én gyűjtöttem össze, tehát az előző karakteremmel is például, hát borzalmasan sok, meg alapban is van egy csomó. Nem tudom, nincs valami nagyon érdekes? Lila Club Jacket.
katonai jacky, hétköznapi jacky, grill izé, ez jó. Klub jacky, bélet, bomber jacky, bombázó, ugye nézzük tovább. Fejfedők, nincs semmi, nadrágok, jó. Sálak, maszkok, semmi nincs. Csíkos, ez jó, ezt hadd vegyük már fel, oké. Okay. Fejfedők közül, jaj. Vojtos sapka. Látok, itt nem váltogatja, de így váltogatja. Ilyen, szoktam így direkt ilyen minél durvább, poénosabb kinézetűre csinálni magam. Kommandós sapka, katonai, kötött, magányos csillag, ostrom sapka. Izé, vadon mintás. Á, ez jó lesz. Ez jó lesz. Nézzük, nadrág. És valami vicces. Felderítő. Klub nadrág. Az a baj, odébb ment a nap. Vagy elbújt a nap. Taktikai nadrág. Városi felfedező. Túró nadrág, fekete. Jó, egyelőre legyen ez. Sál, nincs semmilyen sál. Valamilyen sál legyen. Ó, izé. Milyen sál? Kötött sál. Felderítő nyaksál, gyapjúsál. Még fejhallgatót is tudsz elvileg fölvenni. Még mindegy, ott van a fejhallgató. Piros fejhallgató. Az azért oda ver gyerekek. Piros fejhallgató, az legyen rajtunk gyerekek. Így. Így minél extrémebből nézzek ki. Cipők, jó, maszkok, felvarrók, felsők. Azok meg ugye a kabát alatt a van természetesen. Tudom, valami jó vicces jacket kellene, fehér. Mert ugye az látszik a karakterünk végig, úgyhogy azért is... Ó, oh, ezt imádom! Izé, kukás ruha gyerekek. Jaj, most már kezdem otthon. Ilyen kukás ruhába bírom magam. Bár a fejhallgató így nem illik a kukás ruhához, úgyhogy várjál már egy pillanat. Bocs, bocs frácok, a fejhallgató az lekerül, ez a sár dolog. Nem tudom. Gyapjusá zöld, jó van, ez jó lesz gyerekek. Úgyhogy minél poérosabb karaktert, ilyen bócot csinálunk majd. Jó, felfedeztük Chelsea-t ugye. Ez egy része New York-nak. Oké, menjünk. Talán veszélyes elemek kettő arra. Az odébb van egy pár utcával. Tök szinte érzed ilyenkor, hogy olvad a hó, nem? És egyébként ezek a részek így tök megfagynak éjszak, ott tök... Nekem nagyon bejön, jó, meg megcsinálom. Na, ilyen találkozási pont. Támad meg az erődöt, ugye írja is, hogy valamit meg kell támadni, úgyhogy csomó fajta ilyen küldetés van. Az mi? Azok ellenfeket? Itt a kivezetőt, jó. Csak valahol el kéne bújnunk. És akkor most már... Van nekünk. Ajaj. Gyerekek, ezek rám jöttek. Ezek nagyon rám jöttek. Egyébként ölni tudnék egy mesterlövész puskáját. Az jó fejlővés volt. Aha, ez a vezető. Meg van egy olyan páncélja. És az a baj, a valamikor a páncélosok azok vissza is töltődnek, ajaj. Lucky bookshit. Oké, okay, meg is csináltuk gyerekek, látjátok? Ez egy ilyen egyszerű küldetés volt, ugye ezek a háromszögek, ezek ilyen nagyon egyszerűek.
akkora visszarúgása van ennek a fegyverek, megőrülsz. Nem jó az a fegyó. Á, nem vagyok ezzel kibékülve, gyerekek. Mekkorákat söveznek, nem? Valami, meglőttünk egy autót, amelyikben volt riasztó. Jó, oké. Nézzük meg, hogy volt-e valami esetleg cuccit náluk. Nem tudom, ezek valami kis gangster banda volt. Itt mutat valamit. Na, élelem volt. Érdemes körülnézni, hogy nem volt valami láda vagy bármi ilyen helyen, de nem biztos. Van valami. Ott a láda. Ebben nézd, tesó. Hoppá! Golyóállam ellen gyerekek is jobb, mint a miénk, és akkor ugye használatba vétel is tart. És akkor nem kell inventory-ba matatnod. Oké, gyerekek, nagyon jó vagyunk. Nézzük a mapot, és akkor csináljunk még ilyen küldetéseket, kisebbet vagy nagyobbat, amilyet éppen gondolunk. Jó, hát itt akkor ez meg is van. Mellékküldetésekre rá kéne állni, mondjuk erre. Mit kell csinálni? Keresd meg és emlegesítsd a gyilkossággal gyanúsított Michael Mason-t. Mondom, hogy mit kapsz érte. Klasszikus RPK-hát fedné terrorz. Viselhető target paste. Hát jó. Csináljuk, gyerekek. Hol van a főküldetés? Lesz. És ugye... Lehet, hogy azt kellene csinálni. Már csak azért, mert egyébként, hogyha azt megcsináljuk, azt a küldetést, akkor tudunk alapítani egy bázist, amelyik ilyen nagyon összetett és ilyen baromi hangulatos, mert egy csomó mindent lehet. Húha. Ugye ez nem küldetés volt, ez egy ilyen random ellenfelek. Vannak ilyenek. Illetve annyi értelme, hogy XP-t kapsz érte, meg lootot is tudsz, ugye? Civileket persze, nem baj, ha nem öljük meg. Itt ugye látja, hogy Hudson járt. És 5-ös, 9-es szintű. Tehát ide bevegyünk, akkor itt már 5-től 9-es szintű ellenfelek vannak. Erre figyelni kell, ugye így le van mindig zárva, szóval. Egyébként annyit csináltam volna, hogy így belemegyek, mert akkor azt hiszem, hogy kiírja, ugye, hogy felfedeztük és kapunk érte valami XP-t. Jó. Nyomunk egy szkenelést, hát ha van valaki, de nincs. Egyébként úgyis meg tudod nézni, ugye, hogyha rájuk viszed, a zöld az ikonjuk a csávoknak, akkor, vagy a zöld a célkereszt, akkor civilek. A piros akkor nem. Hát ezek elég szarba vannak, ugye? Karantén alatt áll az egész város. Egyébként valamikor ilyen ruhás szekrényekből tudsz turkálni ruhát magadnak, és akkor ott más. Menjetek, kutyák! És akkor más jellegű skineket tudsz használni, úgyhogy skin az van bőven. Tényleg ilyen horribilis mennyiségű skin van a játékban. Na, Pennsylvania Plaza, 3-5-ös szintű ellenfelek, és kapásból ott valami történik. Jaj. A GTF ügynököt próbálnak kiírni. Itt szerintem meg is mentettem. Volt még ellenfél, ugye? És majdnem azt a GTF ügynököt sikerült kiírnom. Oké. Nagy hangtompító. Találtunk egy hangtompítót. Ja, eléggé veszélyes tud lenni, mert ugye el vannak
vegyül vegye civilek között. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... El kell foglalnunk ezt a helyet, és akkor itt lesz egy ilyen műveleti bázisunk. We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Egyébként menteni nem lehet a játékba. Mindig ment, amikor ugye kilépsz. Patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you got us some help. Get him here right now. Foster, we need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. It's one like a chomo one. Ohohoho! Ha, ott van egy boss. Hozz dobod valami zöldet. Mi van, még föl ne lentelek. Azt a betyár! Jó van. The division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. Megnézzük a lootokat. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. I finally got some transportation, so I'm inbound. Több dolgot is. Ó, térvédő. Csomó mindent dobtak, amint látjátok. Itt irogatja. Meg a minimumot érdemes nézni, mert ott látni. Fent ugye, hogy itt van valami zöld cucc még valahol. Elektronikai alkatrész. Már kemények voltak a csávok. Oké. Okay. És ugye old fel a műveleti bázist. Itt a műveleti bázisunk. Egy picit gyorsan elmagyarázom, jó? Aki nem vágja. Ja, még nincs feloldva. Oké. Okay. Mindjárt bemegyünk. Air ventilation and purification systems online. Contamination levels lowered. Ez konkrétan egy ilyen GTF műveleti bázis lesz. Agent. We need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. Nagyon érdekes, mindjárt beszélek erről. Without her... The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing and it'll do a hell of a lot for morale. Ez például nagyon jó feature a játékban. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. No.
Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Jó, próbálom elmagyarázni. Az a lényeg, hogy ez a műveleti bázisunk, van különböző szárnyai, biztonsági szárny, egészségügyi szárny, és ezeket be kell indítani, különböző küldetéseket kell csinálni, és látjátok, hogy ez így romokban van, ilyen nincs itt semki szinte, mert miért is lenne? Mert ugye most foglaltuk ezt el, meg minden koszos, meg ilyesmi, ha ezt elkezdjük működtetni, akkor ide fognak menekülni kintről a civilek, és lesznek ilyen ellátási láncok itt, amik mondjuk egészségügy, meg ilyen alvós rész, hát mindjárt megmutatom itt. Ugye mindenki nekünk tiszteleg, mert mi ilyen GTF tisztek vagyunk, ilyen ügynökök. The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, na ilyen az orvosi szár. Az a baj, hogy orvosok sincsenek, sincsenek. And start getting more supplies for civilians, but for us as well. Igen, és itt írja, hogy akkor indul el, hogyha teljesítjük a Marizon tábori kórház küldetését. Oké, okay. Menjünk végig. Itt van a biztonsági szárny. Itt egyébként lesz akkor fegyverbolt, meg egy csomó minden így megnyílik, hogyha így ezt megoldod. Igen, itt a biztonsági szárny. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. Akkor válik elérhetővé, hogyha teljesíted a Lincoln alagút küldetést, és akkor itt lesz olyan, hogy ilyen kutyás kereső banda, meg egy csomó ilyen tök érdekes. Mi nincs még nekünk meg? Igen, ez. Ide. Ez milyen szán? The tech wing has obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Metro halottasház küldetést kell megcsinálni, és akkor lesz műszaki szárnyunk, akkor lesz vízellátásunk, villanyellátásunk, meg ilyen. Akkor elindulnak itt a generátorok, minden hódromokban van. És nagyon érdekes, figyeljétek meg, hogy néz ki ez az egész, hogy kitakarítják, és egy ilyen nagyon-nagyon virágzó szinte ilyen nagyon jó bázis lesz. Itt is elkezdődik a munka, meg ilyenek. Meg akkor ugye tényleg lesz egy csomóféle elérhető dolog. Jó, akkor ezeket megcsináltuk. Most is van egyébként, természetesen a lerakatot elérjük, meg vannak ilyen alapfunkciók. Ó, csak most, ilyen, igen. Megjött a csaj. Hello. És ő lesz a diszpécserünk. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Vissza kell foglalnunk a várost. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Az utolsó ügynököt is egyébként például itt egy orvos segít, tök jó megcsináltak, tök részletgazdag a felszerelése, nem srácok? Na, mi van itt, amit tudunk használni? Van itt egy crafting tárgykészítő állomás, amit most még nem fogok. Jutalom beváltó kereskedő. Oppa. Mi az, ami, milyen jutalom beváltó kereskedő? Beváltás, eladás. Valamilyen jutalmat lehet beváltani, amit nincs nekem. Felszerelésbolt, fegyverbolt. Jó, figyeltek. Én azt mondom, hogy lehet, hogy neki indulunk. És valamelyiket, melyik szárnyat indítsuk be először? Mondjuk megnézzük a térképet mindjárt, srácok. De várjál, nincs egy mesterlövész puska, mert megőrülök ettől, hogy nincs. Fegyverbolt. Milyen fegyvered van, testvérem? Klasszikus AK-47-es. Na. És nincs egy jó holókereső. Az megint nem, az a baj, az megint nem izé. Szerintem megint nem zoomol. Hát nem túl sok minden van, gyerekek. Van egy AK, ami jobb, mint a miénk, csak nagyon nem akarom verni a pénzt.
felszerelés, figyeljetek inkább, akkor adjuk el a dolgokat. Eladom ezt is, igaz, lehet, hogy még jobb is volt, mint az enyém, nem tudom. Ó, ezt meg... Ezt nem adjuk el. Amelyik jobb, azt ugye, vagy felvesszük, de akkor először azt megcsinálom. Gyorsan, gyerek, még bocs. Ez használatban van? Használatban van. Itt egy jobb. Oké, okay. Föl is vette és így nézegeti. Mint tudom, hogy volt valami jobb még? Pisztoly? Nincs jobb, nincs. Van egy felvarró. Mi ez? Ja. Markolat. Semmi extra. A gázmaszkoknál van egy jó... Ah. Itt van ez. Ja. Nem akarok eladni olyat. Oké. Okay. Ezt eladom. Ezt a hangtompítót meg ezt nem tartom meg, mert ilyen fehér. Oké, okay, gyerekek. Akkor nézzük a térképet, és akkor ugye ezt a háromat kellene megcsinálni. Ezt. Ezt. És ezt. Damn it, if they blow open the floodgates, then... Captain! They've got a... Ah! We've got a rioter takeover at Madison Square Garden. The JTF and Sarah were using the site as a field hospital, but armed hostiles swarmed in. Now they've got the med staff as hostages. We need them. Especially Jessica Candle, the virologist who is running the place. Indítsuk be azért a kórházat, gyerekek. Ahhoz lévő küldetést ugye meg kell csinálni. Mi ez? Játékos megtekintése. Ja, igen, hogy lehet keresni játékosokat. Nem keresünk. Nem szeretnék másik játékost keresni. Oké, okay. Csináljuk meg ezt a küldetést. Havazik, meg már úgy látom este van. Új ruházati elem van. Kinézett fűre tudsz kattintani. Nem kell nekünk az. Hoppá, civil szkenelés ez. Vizet kell neki adni. Van nekünk időm van? És adott egy bélelt kapucinis kabátot barna. Hát jó, gyerekek, nagyon örülünk neki. Viszont ezt a küldetést, ezt gyorsan letoljuk. We've got a lot of hostiles inside, agents. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Okay. De maradunk és fedezzük a hátát, kösz szépen, de se vagytok, jó. Figyeljetek! Kórház. Városi kórház. Nagyon nem jó! Mondom nektek, nem én rángatom így a célkeresztet, mint az őrült, amikor lövök, hanem ennek olyan visszarúgása van ennek a fegyvernek, hogy megőrültök. Ez amikor így lősz, így rászkodik az egész képernyő. Úgyhogy nem a legbarátébb. Várjál, itt valakit még mutat. Nem, nincs több. Ugye megesztett egy csávó. Ott van fönt egy jó, nyugi. If you patch me into the security system, I might be able to find Candle's location. Igen, valami orvost kell kiszabadítani. Jó, ott dobott egy zöld valamit. Hátizsák. És jobb, mint amink
Meg meg akarom nézni, hogy nincs véletlenül egy visszarugásgátló akármi, mert ettől megőrülök, gyerekek. De van. Optimál, függőleges markolat, optimális táv és hatótávot nevel, látod. De lehet, hogy ugye visszarúgást is talán csökkent egy kicsit, majd meglátjuk. Én meg volt egy jobb hátizsák. Na, hol a szarban van? Itt. Oké. Okay. Szuper! Küldjük neki, gyerekek. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. Egy láda. It looks like they've got people upstairs in a restaurant. Úgy tűnik, emberek vannak. Hát nem gondoltam volna testvére. Yeah. There's a lot of these guys, but if you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. Nagyon sokan vannak. De jó. Na, mi nyilva nagyon sok. Nincs veszély. Kicsit trükközünk. A sörétes egyébként lehet, hogy jobb lenne az közel engedni őket. Nem tudom, hogy hol lennék jó helyen. Na, ez közel van, csávó. Ezt kenáljuk, aztán akkor beadonosítjuk az összeset. Jó. Egy megvan. Jobb a fegyver, gyerekek. Húványan jönnek, apám, ott föl. Milyen jobb a fegyver? Nem sokkal, de... Additional hostiles detected. Aki meglőtt oldalra. Aj, a gránát ide jön. Nem jó helyen vagyunk, gyerekek, futásnak. Talán még mindig azt hiszik, hogy ott vagyunk. Azt a betyár! Megy az akció. Még mindig jönnek, beszarsz. Ó, ott egy ide. Ilyen elit. Ki kell innen mennem, bászarok. És képzeljétek, ez a normál, nem a nehéz, ez a normál fokozat. És nyugizzunk. Granátot dobja. Az nem ér el eddig talán. Ja, ez a normál, bocs, remélem, hogy hallatok. Nagyon nagy a lövöldözés. Akkor én is granát, baze.
Folyamat szórja ezt a rohadt smoke-ot. Kaptad, öcseim, kaptad! Eltaláltuk a gránátot. Gránátot. Stashed in the kitchen at Kobe's. Jó, kicsit lootolok. Körülnézlek, hogy minden nézzünk össze, hogy megvan-e. Hú, gyerekek! Jó, ez nem volt rossz. Jó, ebből van bőven. Ezt felvettük. Érdemes benézni ugye ilyen helyekre, ahogy beszéltem, mert igazából amit így vizuálisan meglát a karakter általában csak azt mutatja... Na, itt van egy. Azt mutatja a minimap. Hogyha nagyon közel vagyunk valamihez. Word is that they've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see it go to hell like this. We used to watch games there together. Yeah? Readings indicate this area is safe. I think it's better my folks didn't live to see any of this. But then I think about all the people doing their best to keep going. That's who we do this for, Agent. Go get him. Okay, megyünk. Nem kell adunk ma. Warning. You are now leaving the safe area. Aha. Fertőzött zóna. Hát ide bemenjek? Warning. Now entering a contaminated area. Ujj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 j
Látjátok, hogy a szűröm kezd tökre menni tőle, ajjaj. De lehet, hogy van benne valami jó lút. Warning. You are now entering a contaminated area. Bazze. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated area. Meghalok! There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. Ajjajjaj, nem jó ez. Azt hittem, hogy van benne valami cucc, de úgy látom. Now leaving the contaminated area. Megint van egy rohedli, de van a tüze is. Orvos vagy valami csoda. Szerintem közelebb kéne hozzájuk kerülnöm, mert nagyon idegesítő, hogy... Figyeltek, amíg nem vesznek észre, addig megyek. De szar volt, bement mögém a csávó. Hova másznak azok gyerekek? Szar volt oda bevennem, mi?
Jo. Őt kell megmenteni. Jó. Nyugi van? Keep your heads down and keep it quiet. Warning. Hostiles detected. Oh my god. Oh my god. Jó, nyugalom, jön a idő, baseballtős. Jó, megtörtént. They can't move until you get up there and take down that gunner. Na, azt akartam mondani, egy kicsit nagyobb visszarúgás erre a fegyvernek, sajnos még mindig. De egyébként annyira nem rossz. Nem viselhető. Biztosítsd a tetőt. Ott voltunk benne. Egyébként tök szép nagy mapokat csináltak, meg rettenetesen részletgazdagokat, úgyhogy tényleg le a kalappal. Készítők előtt, nem tudom, remélem, hogy jó hallani minden, kicsit nekem hangos az erre, meg ilyesmi. De lehet, hogy számotokra nem. Na, hát lehet, hogy nem itt kell volna, hanem a létrár. Ellenőrző pont. Nem újra élelő zóna. Jó. A rendőrségi helikoptert lövik. Jó. Ott van fönt egy. Nehéz fegyveres. Azt hogy fogom leszedni? Jó, gyerekek! Azok miért menekülnek? Jó, nem vagyunk olyan rosszak. Jóhaj, bazzet! Mennyien vannak még, meg mennyire dobálják ezek már? Rolli granátjaikat? És mindig jönnek. De jó. Az a nehéz fegyveres az elég kellemetlen. Az a baj, hogy az lehet, hogy egy idő után ide fog jönni. Úgyhogy... Szóval gyerekek, ha ide jön, nekem végem van.
базы. Igen, az a nehéz fegyveres, mert hogy bajok lesznek. Nem volt valahol egy lőszer, valahol... Ah, itt van valami. Attól tartok, hogy ha az lejön, akkor nagyon bedarál. Hol a nehéz fegyveres? Hol a nehéz fegyveres? Gyerekek, az... Ne! Júj, bújjé, basz, bújjé! Jajjaj! Megőrül, akkor baj van, gyerekek. Várjál. Kicsit vigyázzunk magunkra. Muszáj vennem egy egeret, mindig spórolok rajt. De borzalmas a nagy csuszká. Megvan, jó. Na, van egy új képességem elvileg. Akkor mit a kúra lehet rakni? Ez micsoda? Tapadó bomba. Olyan bomba, amelyik kilövés után átpar egy szilárd felületre, vagy távolról detonálható. Aha. Ő mi? Biztonság, alap golyóálló pajzs. Ő nincs unlockolva? Ú, ez pedig ez tök jó lehetne, mert ez ilyen gyógyítás. Hát ez a tapadó bombát tudom aktiválni. Meg a pajzsot. Hát akkor rakjuk pajzsot a kúra. Hogy kell? Mondosítás hozzáadása. Hozzá a rendes space-e, de miért nem? Aha. Oké, okay, Q-hoz. És akkor Q-val van valami pajzsom. Aha. Tudok vele mászkálni, a frontális támadásoktól megvéd, viszont csak ezzel a fegyverrel lőhetek. Azért ez elég bedesz, nem? Az jó. És el tudod dobni. Ez jó. Gyorsan nézzük meg, miket kaptunk. Van egy hangtompító. Tirend hangtompító. Van egy... Elsősegélycsomag. Meg a csávó dobott valami nehéz fegyvert szerintem. Nem. Kesztyűt dobott meg egy... alsó markolatot. Oké. Okay. Meg is vagyunk. Esetleg kaptunk valami cuccot? Semmi fegyver, az nuku.
pistoj na varu oh, varu pistoj. Mēs visam tas ātrakom. Pancē un inč. Kas jūs varu ui? Es tak jau... Meg van új markolatunk. Amelyik mit csinál? Nem mutatja? Itt érdekes, hogy nem mutatja. Nagyon jó. Nem tudok valahol lejutni, hogy ne kelljen körbe? Hát csak tudok. Itt egy valami, a lift vagy nem tudom. Elsődleges tulajdonság, mi ez? Aha, mi ez? Három elsődleges tulajdonság, amely befolyásolja a fegyverzet sebzést és életerőt és a képzettségi erejét. Ami lehet tűz... Fejlő tulajdonságot. Jó. Ugye ez a három lehet. Vettem. Oké. Okay. Csusszunk le. Na most inkább. Ott is lehetett interakciózni. Mi az? Hova jutottunk? Aha, tök jó. Nem kell végigmenni az egész, aki jöttünk itt. Hello, megjöttem. Kiírta mindenkit. Oké, okay. Távol itt korász teljesítve egyébként, akármikor újra csinálhatod, akár nehezebben, akkor ugye természetesen komolyabb jutalmat fogsz kapni. Bemegyünk, megnézzük most akkor, hogy mi változott, jó? Elvileg az orvosi szárny az már változott, meg lehet, hogy már jöttek emberek, mindjárt megnézzük, srácok. És ugye ez a te műveleti bázisod, itt nincsenek ézeik, nincsen más NPC, vagy karakter, játékos. Itt már változnak a dolgok, nézd meg, már van ilyen pihennek így az emberek. Ha, és... És itt az orvos, őt szabadítottuk ki, ugye? Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. És majd neki állítom dolgozgatni. És ugye ezt még lehet fejleszteni ezt a szárnyat, egy különböző gyerek, osztály, vírusvédelem, és akkor így egyre nagyobb lesz, és tök ilyen tiszta, ilyen tök minőségű. This isn't gonna cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know, beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. Meg ugye gondolodik természetes a főzál is, hogy vajon, hogy keletkezett a videós, meg minden ilyesmi. Sam presented a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Ja, most kezd el neki rendbe rakni a dolgokat, mindjárt megmutatom, hogy most már szerintem allokolva lett, hogy különböző dolgokat így meg tudsz, el tudsz készíteni. Na, nézzük meg. Orvosi szárny, és akkor ugye most be lehet indítani. Igen. És ugye itt vannak olyan dolgok, amiket... igen, amiket ugye lehet fejleszteni, jó? Itt van, hogy mennyi ellentmányunk van 700. És abból ugye ki tudod választani, hogy te mit akarsz fejleszteni, például gyerekellátás, tanácsadás, gyógyszertár, fertőtlenítő egység, és minden egyi más... Now that's what I call an improvement agent. Jó, az ellentmányt azt megcsináltuk. Jó. Igen, minden egy más bónuszt ad. Tehát, ha gyermekellátásra raksz, akkor itt van, hogy mit kapsz. Kapsz jutalmat. Adottságok, felcser.
meg adottság, és különböző perkeket, vagy ilyen adottságokat tudsz unlockolni vele. Feltöltenítő egység, ezt kapod. Ugye, és akkor sorban minden ilyen kapsz, plusz még fejlődik itt az egész rendszer is. Még van 200 ilyen pontunk, hát nem tudom, hogy mit érdemes. Mondjuk... Gyermekellátást fejlesztük, jó gyerekek? Oké, és nulla ilyen pontunk van, már 20%-on működik az orvosi szárny. És itt van, ezeket az adottságokat ugye megtanultuk ennek köszönhetően. Jó. És már hogy itt dolgozik ezerrel, túlélkezik, hogy nem található. Excellent. Now we can provide proper care for all these kids and babies. Not to mention the pregnant. Ugye most egyből így nem teleportálnak ide a gyerekek, hanem majd fognak jönni. We've got enough staff to start tending to the public, but we've got our work cut out for us. Jó, de itt majd elkezd működni, ezt jönnek a betegek sorba, meggyógyítják őket, jönnek a gyerekek. Gyógyszertár, ez a rész is ugye, azt is fel lehet fejleszteni. És ugyanígy minden szárnyat is meg lehet csinálni. Nézzük, itt nem változott semmi? Hát itt üldögélnek a földön az ápolónők, mert eddig nem volt dolguk. Most már majd lesz. Jó, feltankolok, megnézzük, nincs-e valami új fegyver. Azt néha még érdemes megnézni. Hoppá! Mesterlövész puskának számító dolog van, gyerekek, irtózatosan jó, imádom. Azaz egy van, reflex távcső. Nézzük már egy ilyen távcsőt, most nem tudom. Reflex távcső, szerintem egyébként semmit nem növel, az a baj. Na mindegy, egy mesterlövész puskának számító, M1-át veszünk, mivel azért lehet majd alakítani, ugye itt van a sebzése. Mondjuk egy 193-at sebez egy normál, 178-at, viszont ővel 611-et sebez, ami frankó. Igen, megvesszük ezt a tárgyat. Vásárlás és felszerelés. Oké, gyerekek. És... Látjátok, hogy három szlod van. Van a G-fegyver, van a puska. Meg van a... az oldalfegyver. Szóval ide került egy külön slotra, ami nagyon jó. Az egy jó dolog akar lenni. Jó, nincsen valami, amit hát más nem is érdemes venni. Várj, ezen vagy gyárilag van távcső. Nagyon mázlig van. De jó. Gyárilag volt rajta távcső, amit esetleg ugye még azt is tudsz vele csinálni, képzeljétek el. Jelvileg ezt le is lehet műteni róla, hogyha te nagyon akarod. És fel tudod használni másra. Egy opszikai 12-es távcsővel, ugye ezt le is tudjuk szerelni róla, és rárakhatod te akármilyen fegyvere, ami nem természetesen van szerelésünk. Jó. Hát nagyon jó. És ráadásul ugye 125%-os fejlődéssebzése van, tehát hogyha fejrelősz, akkor még nagyobb a sebze. Viszont itt láttam, hogy a képességeknél vannak új dolog. Igen, megtanulhatjuk a gyógyítást, mivel ugye valahogy unlockoltuk, és én azt rá is fogom rakni a kúra, mert nekem az jobb. Mert akkor ugye lesz egy gyógyítás képességünk, és nem csak az egészségügyi csomagból, hanem ezt akármikor tudjuk nyomni természetesen, ha nincs cooldown. On. Van adottságunk. Nem kiosztott helyek. Milyen adottságunk van a gyerekek? Műszaki, orvosi, igen, milyen adottság az? 40% gyógy. Aha. Lehet csoport, ezeket megtanulzuk. Igen, ez tök jó. Hogyha alacsony életerőd van, akkor 20%-kal gyorsabban mennek a képességek. Ezt akkor rakjuk be. De ezek ilyen passzív dolgok, úgyhogy ez tök jó. Jártasságok. Ó, ezek a jártasságok, ezek meg ilyen full passzívak. Például most van nekünk olyan, hogy egyre több elsősegélycsomagot tudunk hordani. Ez például tök jó. Oké, kimegyünk, azt kipróbáljuk az új fegyverünket, és megnézzük, hogy mennyire hatékonyak vagyunk vele, jó? Ja, és egyébként itt most megnézed, látod, hogy orvosi szám 20%-on van, és kettes fejlesztése már megvan. Amíg megböldögöljünk.
You are now leaving the safe area. No, hát ezzel azért már lehetünk boldogulni, nem gyerekek? Ugye, körülnézünk, azt valakit fejvesetjét tűnünk vele, megnézzük, hogy mennyire jó. Ugye ez ilyen nagyon alap mesterlövész puska, nincs hozzá semmi extra cuccunk. Active echo beacon detected. De azért most már lehet valamit alkotni. Azt próbálom szkennelni, hogy nincs-e valami ellenfél vagy valaki. This is so great. Kaptam egy rubinvörös télikabátot, de jó nekem. És tényleg ilyen ellenfél utánkutatásról. Szerintem akarok setyinteni egy ellenfelet konkrétan. És nincs veszély, és nem egy darab ellenfél nincs, megőrülsz. Na, kontrollra tudsz ugrani. Nincs egy rohadt ellenfél se sehol. Dispatch to all officers. Keyhole satellite imagery is showing unusual heat bloom at the Sarah quarantine on West 36. Lab techs think it could be a mutation in the virus. Requesting hazmat team for scans of the area. Ah, hogy kipont kifogjuk, hogy egy darab ellenfél nincs ilyenkor. Aha, ott vannak. Láttatok, hogy 1300-at sebeztünk. Ugye fejre lőttük, akkor kapta a bónuszt. Ami elég aranyos. Igen, jó nagyot sebzünk vele. Úgyhogy tetszik, tetszik, szuper. Ugye különböző kiegészítők, meg jobb fegyverek, ugye még nagyobb sebzést okoznak. Vannak olyan kiegészítők, amik még fokozzák a fejlővés sebzést, például olyan távcső, vagy olyan akármilyen kiegészítő a fegyverre, ami még 6%-os esélyt, vagyis nem esélyt, hanem sebzést a mondjuk fejlövésekre, és olyanokat érdemes ugye rápakolni egy mesterlövész puskára. Szóval ezzel most már egyébként lehet jól haladni. Kooperatívban például még durvább lenne, ugye valaki sniperolgatna hátulra, a másik az meg elő tankolna, mármint úgy értem, úgy tankolna, hogy ugye mondjuk közelharci fegyverekkel feltartóztatja őket, úgyhogy egy kicsit így ugye látjátok, így például nekem váltogatnom kell a fegyverek között, de hogyha többen lennének az emberek, akkor az úgy még kellemesebb lenne talán. Ezt lesz kellene, tehát valahol van egy veszélyes, nem? Hogy van fönt a... Fönt a tetőn, gyerekek? Az beszarás. Fönt van a tetőn, valahogy fel lehet mászni, aztán ott a héderezik. Na jó, van, szerintem elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszik a videó, hogyha van kedved, akkor kövesd. Nekem a nagy kedvencem ugye ez a játék, úgyhogy mindenképpen fogok vele játszani. Hogyha esetleg tetszik neked is, akkor meg maradj velem. Köszi szépen, sziasztok!